most Isten megteremtette a világot olyannak, amilyen. Azt mondtam régen, hogy gyakorlatilag ő az egyetlen egy társunk, munkatársunk, akivel együtt fejleszthetjük, hiszen mind a ketten azért küzdünk. És erről nem mondanék olyan könnyen, mert hát, ha úgy van, és úgy legyen, azt kívánom, de lehet egy olyan vonzata is a dolognak, és egy olyan, az is lehet az igazság, hogy igazából ő nyilván olyanra csinálta, ami erre akarta. Tehát neki így jó, ahogy van. Nekünk embereknek nem jó így, ezért mi vagyunk azok, akik változtatunk rajta, mert azt gondoljuk, hogy akkor jobb lesz. Viszont a jó Isten, mivel neki pontosan jó úgy, ahogy van, ezért ő rajtunk változtat, hogy megtanítson minket benne boldogulni. Tehát ugye két dolog lehetséges, ha így van, hogy mi emberek változtatunk a világon. Viszont, hogyha a jó Istenhez hasonlóan akarunk gondolkodni, akkor az emberen kell változtassunk, és az pedig mi vagyunk. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy mi kell változzunk ahhoz, hogy boldogul tudjunk benne élni, és mi kell tanuljunk, hogy boldogul tudjunk élni ebbe a világba, és nem a világot kell megváltoztassuk. És a jó Isten csak ebbe támogat minket, hogy tanít, hogy megtanuljunk élni az ő világába, amit teremtett nekünk. És hogyha a boldogulás, ugye hát az benne van a boldog szó, hogyha boldogulsz a világba, tehát hogyha el vagy és sikerül ez az, amaz nem tudom micsoda, és mégis megállod a helyet sok helyen, az már meghoz egy bizonyos boldogságot az életedbe. Aztán pedig, hogyha nagyon erős vagy, amit ugye csak, hát azért csak neki köszönhetsz, nem magadnak, hogy rajta állna az egész, akkor talán tudjátok együtt fejleszteni a világot. Mert azért lássuk, hogy nem tökéletes. Na nem tudom, de most menjünk, tehát a mostani lényeg viszont a boldogulás, tehát hogy ha itt ott helytálsz benne, tehát nem dűlsz el, nem adod fel, nem ülsz le, nem pihensz meg, hogy kész, nem bírod tovább, tehát helytállsz, a helyedben állsz, és nem engeded, hogy elmozdítsanak. Magyarul boldogulsz, akkor már boldogulsz, tehát boldogságokon mész keresztül ezáltal. És ez lehet egy az életednek a boldogság része. Már az, hogy helytállsz.